estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök az Emplén Televízió hírműsorát, a hírhét adását látják. Nézzük főbb híreinket röviden. Jönnek a törökök, a tekirdági tartományi kormányzó tett látogatást Sárospatakon. Égnek a vonalak, az egész megyei betegszállítást az új helyi mentők vezénylik május 1-től. Ingyenes várlátogatás, holnap múzeumi világnap lesz, elengedik a belépőt. A törökországi Tekirdag, magyarul Rodostó tartományi előjárói tettek ma hivatalos látogatást Sárospatakon. A két várost több mint 40 éves testvérvárosi kapcsolat köti össze. Nem véletlenül, hiszen II. Rákóczi Ferenc 1718-tól egészen 1735. április 8-án bekövetkezett haláláig a Márvány-tengeri Rodostóban töltötte száműzetését. Jagmur Jagior, Szelle Akrior, Áram Kizi, Csamdán Bakrior. Egy török mondókával köszöntötték a Sárospatakra érkezett tekirdagi delegációt. A törökországi tartomány kormányzója, a borsodabói Zemplén megyei kormány megbízott Demeter Ervin meghívására érkezett a megyébe. A küldöttség kérése volt, hogy ellátogathasson Sárospatakra, amellyel Tekirdag több mint 40 éves testvérvárosi kapcsolatot ápol. A kedves meglepetés után persze komoly témák is szóba kerültek, úgy mint a város költségvetése vagy éppen a helyi közigazgatási rendszer. A tájékoztató után a delegáció tagjai tiszteletbeli patakivel fogadták. Tekirdag kormányzója, a török-magyar kapcsolatok ápolója hazájában. Munkája során mindig is pontosnak tartotta az évszázados barátságot. Szerencsésnek érzem magam, ugyanis én, mint kormányzó, 81 kormányzóságból kétszer olyan helyen lehettem kormányzó, ahol igen komoly a magyar kötődés. Négy hely van Törökországban, ahol fontos a magyarországi kapcsolat. Ebből kettőben én, mint kormányzó működhettem és dolgozhattam. Ez számomra egy szerencse, mert ennek kapcsán megismerhettem kiváló embereket az önök nemzetéből, ami számomra nagy öröm és megtiszteltetés. Mondta el a kormányzó. A városházi látogatás után a delegáció a Rákóczi várat tekintette meg. Nagy érdeklődésen hallgatták a vár történetét, hiszen II. Rákóczi Ferenc személyén keresztül egy kicsit ők is magukénak érzik a pataki középkori várat. A Sátoraljaújhelyi mentőállomásról irányítják a teljes Borsodabói-Zemplén megyei betegszállítást május 1-től. A diszpécserek naponta több száz hívást fogadnak. A 104-es hívószám tárcsázásakor viszont Miskolcon csörög a telefon, a vonulásukat onnan vezénylik. Folyamatosan érkeznek a hívások a Sátoraljaújhelyi mentőállomás diszpécser központjába. Május 1-től ugyanis már nem csak a mentést, de a betegszállítást is az országos mentőszolgálat irányítja, a Borsodabói-Zemplén megyei utakat pedig innen szervezik. A fuvart megrendelő orvosnak vagy asszisztensnek a 1820-as számot kell tárcsáznia, ha egyszerű betegszállításra van szükség. Az új helyi diszpécser pedig jelzi az igényt a területileg illetékes betegszállító cégnek. Az új rendszer jelentős pluszterheket jelent a mentőknek, naponta több száz hívást kell kezelniük. Telefonon vesszük fel az igényeket, de viszont van internetes hozzáférés is, azon is felvesszük a szállítási igényeket. Aznapra is, hát főleg inkább másnapokra, hogy tudjuk átadni a szolgáltatóknak. A megyén belévő három szolgáltatónak adjuk át, és akkor ők rendezik a szállításokat, és ők visszajeleznek nekünk, hogy mikor és mely betegek mennek tovább a szállításra megadott helyre. Változott a mentés irányításának rendszere is. Ha például a bodrok közben történik baleset, vagy rosszul lesz valaki, a megyeszékhelyre futnak be a segélyhívások. A mentők hívószáma Magyarország egész területén a 104, mely bármikor, bárhonnan díjmentesen hívható. A segélyhívóra indított hívások május 1-ig a területileg illetékes mentőállomásokra futottak be. A hónap első napjától azonban Borsodabói-Zemplén megye egész területéről Miskolcon fogadják a riasztásokat. A jelzés fogadását követően a Miskolci Központ értesíti a területileg illetékes mentőállomást. Azt, hogy így gyorsabb-e vagy lassabb a mentés, most még nem lehet megítélni. Egyelőre a mentők is próbálják megszokni az új rendszert. Ingyen lehet megtekinteni a Sárospataki Rákóczi vár kiállításait május 18-án, pénteken, a múzeumi világnapon.
A múzeumok nemzetközi tanácsa 1977. májusában Moszkvában döntött az ünnep megrendezéséről. Első alkalommal 1978. május 18-án tartották meg. Az ünnep célja, hogy ezen a napon komolyabb figyelem forduljon a múlt emlékeit őrző és bemutató intézmények felé. Több mint 100 ország, közel 30 ezer múzeuma vesz részt a minden év május 18-án tartott múzeumi világnapon. Az akció célja felhívni a figyelmet arra, hogy a múzeumoknak fontos szerepe van a kultúrák és hagyományok feltárásában, bemutatásában. Ilyenkor jelentős kedvezményekkel látogathatók a gyűjtemények, sőt, sok helyen, ahogy a Pataki Várban is, ingyen lehet megnézni a kiállításokat. Május 18-a a múzeumi világnap. Ezen a napon, itt a Sárospataki Rákóczi Várban csupán egy regisztrációra kell betérni a mögöttem látható pénztárban, hiszen a belépés díjtalan lesz. Ekkor a Sárospatakra érkezők megtekinthetik az ősszel átadott felújított Vörös Torony épületét is. A nemzetközi akció keretében a hazai múzeumok is számos kedvezményt dolgoztak ki az elmúlt években. A Sárospataki Rákóczi Várban arra is gondoltak, hogy az ország másik végén élőknek súlyos anyagi terhet jelenthet az ideutazás, éppen ezért vasúti kedvezményt is igénybe vehetnek. Szervezett diákcsoportok a mi visszaigazolásunk birtokában ingyenesen utazhatnak a MÁV és a GYESEF kedvezményein, vonalain, hogyha minket itt Sárospatakon meg akarnak látogatni. Egyébként ez a kedvezmény az országos múzeumokra vonatkozik, de mint mi egy országos múzeum filiáléja, ezt a szolgáltatást úgy szintén nyújtjuk. Tehát ezt most úgy tűnik, hogy például itt májusban ezt a kedvezményt és sokan igénybe veszik, és a múzeumok hónapját, ha így is mondhatjuk májusra, akkor nagyon sokan így ünneplik, hogy ellátogatnak hozzánk. A Rákóczi Múzeum állandó kiállításai mellett a közönség megtekinteti a hétvégén megnyitott felfedező magyar vadászokról szóló időszaki kiállítást is. A vállalkozások csaknem egyharmada nem tett eleget kamarai regisztrációs kötelezettségének Borsod-Abaúj-Zemplénben. Március 1-jéig a megyében működő 41 ezer cégből mindössze 27 ezer küldte el adatait és fizette be a regisztrációs díjat a BOKIK-nak. Azok a vállalkozások, amelyek elmulasztották a kötelező kamarai regisztrációt, várhatóan az év második felében kapnak felszólítást. Kötelezően regisztráltatnia kellett magát minden bejegyzett magyarországi cégnek és egyéni vállalkozásnak a területileg illetékes kamaránál ez év március végéig. A megyei nyilvántartásban szereplő vállalkozások 65%-a eleget is tette kötelezettségének. Az erről szóló igazolásokat június végéig küldik meg a cégeknek. Kamaránk az illetékes szervezetektől megkapta azokat a címlistákat, amelyekből meg lehet állapítani, hogy melyek azok a szervezetek, amelyek nem kérték a kötelező kamarai regisztrációt, pillanatnyilag az adatok összevetését végezzük. Ezt követően várhatóan az év második felében a kamara felszólítja a regisztrációra a mulasztókat, és amennyiben nem járunk sikerrel, akkor a későbbiekben döntünk a további lépésekről. A kamarai nyilvántartásba vétel 5000 forintba került a vállalkozóknak, de ezzel még nem lettek kamarai tagok. Az önkéntes tagsággal együtt ugyanis a kamara szolgáltatásokat is nyújt. Pályázatfigyelést, gazdasági, jogi, pénzügyi tanácsadást. Több cég és magánvállalkozó élt a lehetőséggel, és a nyilvántartásba vétellel együtt önkéntes tagja lett a kamarának. A korábban belépett vállalkozók pedig a regisztrációs díjat is visszakapják. Mi kamarai tagok vagyunk, éppen ezért nekünk ez egy adminisztrációs dolog volt, amit meg végre kellett hajtanunk, a kötelező regisztráció. Hát a befizetett díjat azt a kamarai díjból, az éves kamarai díjunkból jóvá írhatjuk, leírhatjuk. A megyében körülbelül 27 ezer vállalkozás regisztrálta már magát. Az így létrejött nyilvános adatbázis várhatóan július 1-jére elkészül. Később ezekből az adatokból a cégek beszerzéseikhez, képzéseikhez adatgyűjtést végezhetnek. Négy napos, 75 kilométeres teljesítménytúrára indult az újhelyi Csepellin-György cserkész csapat ma délben. A fiatal cserkészek és a tisztek az Abaúji térség erdőiben mozgótábor formájában tartják idei tájékozódási gyakorlatukat. Nézetem, mert hogy megnézik a Borsóhegyen a repülőgép szerencsétlenségnek az emlékművét, és akkor visszanak ők is itt a Pároskóstolnál,
Találkozunk bennünk telkibányára. Egy térkép, jó tájékozódási képesség, vízhatlan ruha és kitartás. Ezek szükségesek a Csepelnén-György cserkés csapat tagjainak ahhoz, hogy egy igazán jó mozgótáborban vegyenek részt. Az abói térségbe tervezett teljesítménytúra Göncről indul. 4 nap alatt különböző hosszúságú kirándulásokat tesznek a csapattagok. A cél itt nem csak a megtett kilométereken van, fontos a tanulás is. Ez egy közepes teljesítménytúránk, mert hogy nem az a lényeg, hogy 150-200 kilométert tegyünk meg egy egységnyi idő alatt, hanem hogy egy kicsit szét is tudjunk nézni a természetben, és jól érezzük magunkat az erdőben. Tájékozódási gyakorlat is van persze közben, hiszen térképes iránytű használatával megyünk, készen állunk rá. A mozgótáborban csak 10 éven felüli gyermekek vehetnek részt. Fontos a jó kondíció, hiszen már az első nap egy 25 és egy 16 kilométeres szakasz közül választhatnak az ifjú cserkészek. A 16 éveseknél idősebbekre vár még egy teljesítménypróba is, a cserkészek mégis szívesen vesznek részt a szokásosnak korán sem mondható ridegtábori körülmények között zajló túrán. Kezdetektől, amikor először volt mozgótábor, ez egy 5 éve volt, 10 éves voltam. És amikor végigértünk az első szakaszon, akkor kegyetlenül el voltunk fáradva, lefeküdtünk hamar aludni, és amikor másnap felkeltünk, a lábunkat szó szerint kézzel kellett arrébb rakni, meg tudjuk mozdítani. Aztán nagy nehezen indultunk és mentünk tovább, és nem volt semmi baj. A tábor 4 napja alatt a fiatalokat cserkésztisztek vezetik. A tájékozódási gyakorlatok mellett természeti, történelmi, biológiai és egyéb ismeretekkel gyarapítják tudásukat. Ma áldozó csütörtök van, egy ugyanolyan úgynevezett mozgó ünnep a kereszténységben, mint a húsvét vagy a pünköst. Mégis kevesen tudják, mire is emlékeznek ma a hívők. A néprajzkutatók szerint a húsvét utáni 6. csütörtököt, Jézus mennybe menetelének ünnepét már a 4. századtól megtartották, csak mára valahogy kikopott ünnepeink közül. Áldozó csütörtök a húsvét utáni 40. nap. Ekkor ünnepli a kereszténység Jézus Krisztus mennybe menetelét. Az Új Szövetségben 3 helyen is említett mennybe menetelhez néhol körmenet is tartozik, de mai legismertebb formája a református egyháznál figyelhető meg. Most azért mondom, hogy ezen a napon volt a konfirmáció, mert az 1950-es években áldozó csütörtök állami ünnep lett. Ezért is van a római katolikus felekezeteknél, hogy vasárnapra tették az Úr mennybe menetelének a napját. Tulajdonképpen ez az alkalom maga, hogy konfirmáció, ez a fiatal gyerekeknek, egyházhoz tartozó gyerekeknek a hitük megerősítése. Krisztus mennybe menetele a keresztény vallás egyik alaphitigasságát képezi, és értelme az egyház tanítása szerint az, hogy Krisztus, amennyiben ember is, testével és lelkével felment a mennyekbe. A kicsit feledésbe merült ünnep üzen a ma emberének is. A református énekeskönyv 359. dicséretének 3. verszakával. Mivel te utat nyitottál és tanítottál mennybe menni, adjad, hogy téged kövessünk és siessünk nyomodba lenni. Segítsd igyekezetünket, vont szívünket te magad után, hogy a te akaratodnak s nyomdokodnak járhassunk útján. A középkori és kora újkori Magyarországon szokás volt, hogy az áldozó csütörtöki misén a mennybe menő Krisztust ábrázoló szobrot kötelekkel felhúzták a templom mennyezetéig. Ma már ilyet igen ritkán látni. Szintén régi szokás volt ekkor, hogy a misén kenyeret szenteltek a jó termés jegyében. És most nézzük főbb híreinket még egyszer egy-egy mondatban. A törökországi tekirdák delegációja tett látogatást Sárospatakon. E hónaptól az egész megyei betegszállítást az új helyi mentők vezénylik. Holnap múzeumi világnap, ingyenesen lehet megtekinteni a pataki vár kiállításait. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió hírműsorát, a Hírhét adását látták. Híreinket újra megtekinthetik weboldalunkon. Észrevételeiket, hozzászólásaikat, javaslataikat pedig a képernyő alján látható e-mail címre várjuk. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Számítunk figyelmükre akkor is. Viszontlátásra!